Tegnap este vette kezdetét, és ma este ér véget a Purim ünnepe, amellyel a zsidók arra emlékeznek, hogy sikerült megszabadulni a gonosz Hámán király fondorlatos tervétől, amely a perzsa uralom alatt élő zsidók kiirtására vonatkozott. A történetről részleteiben a Bibliában Eszter könyve számol be. A Purim sorsvetést jelent, Hámán ugyanis tervet szőtt a birodalomban élő zsidóság elpusztítására, és ennek napját sorsvetéssel Ádár hónap 13-ában határozta meg. A királyi rendelet ezt a napot jelölte meg a zsidók elleni támadásra és kifosztásukra. Mivel az évszázadok során olyan sok országban és olyan sokféle elnyomás és negatív megkülönböztetés érte a zsidó közösségeket, ez az ünnep egyfajta reményünnep lett. És természetesen nem volna igazi ünnep, ha nem kapcsolódnának hozzá hagyományos ételek, ezek közül látunk most egyet. A kindi egy hagyományos purimi sütemény. Hozzávalók a tésztához. 1 kiló liszt, 1 pohár olaj, 4 tojás, 1 pohár bor, 1 evőkanál méz, 1 evőkanál cukor, 1 deka élesztő, 1 citrom. A töltelékhez 35 deka törött dió, 30 dekagram cukor, 2 marék mazsola, 1 citrom reszelt haja, pár kanál kóser bor. A lisztet a zsírral, langyos vízben felfuttatott élesztővel, a cukorral, az olajjal, a 4 tojással, a borral, a sóval és citromlével jól összedolgozzuk. Az elkészült tésztát 1 órát pihentetjük, majd 6 részre osztjuk, és ezeket egyenként kinyújtjuk. Mézzel és olajjal megkenjük, ráhintjük a dió és mazsola keveréket, és felgöngyöljük. A tetejét tojással és mézzel megkenjük, és lassú tűzön 30-40 percet sütjük. Miután a kindli kész lett, megismerhetik a gazdasszonyt is, akinek csak a serénykezeit látták. Elkészült a kindli. Igen, csak ezt még nem lehet enni, csak 3 nap múlva. Ja, be kell szívódjon egy kicsikét. Ez egy nagyon finom, nehezen elkészíthető, nagyon-nagyon sok minden kell hozzá, és kevés gazdasszony mondhatja magáénak azt, hogy ezt meg tudja jól csinálni. Nálunk ez most már szokássá vált. Feleségem megtanulta, és minden évben csináljuk a kindlit, és a szűkebb baráti körben szoktunk is egy kis kóstolót ilyenkor jutatni. Kedves nézőink, ez volt a kindli elkészítése, egy hagyományos purimi receptről van szó, és már is itt köszönhetem a stúdióban Schwarz Robert urat, a kolozsvári zsidó hitközségnek az újraválasztott elnökét. Jó napot kívánok! Jó napot Gratulálok kívánok. Az újraválasztáshoz! Köszönöm szépen! És Gica Andrea kolléganőmet, tévés szerkesztőt, aki szintén a zsidó hitközségnek a tagja, de egyébként pedig szakavatott szerkesztője a zsidó műsoroknak és itt a televízióban. És vagyok már 3. kadenciában, úgyhogy engem is visszaválasztottak, úgy látszik, hogy valami jót tettem a kollégáknak. Igen, tehát kellemes ünnepeket kívánok mindkettőjüknek, illetve a teljes zsidó hitközségnek. És még egyszer külön gratuláció illeti Schwarz urat, köszönjük, hiszen újra választották, tehát sikerül véghez vinni mindazokat a terveket, amelyeket elkezdett már jó idővel ezelőtt, és akkor ezeknek a folytatására most van egyfajta garancia. Remélem, hogy sikerül, mindent elkövetünk annak érdekében, hogy ez beteljesedjen, és tulajdonképpen más esetben, más eredmény esetén is feltételezem, hogy azért sikerült volna
folytatni ezt a tevékenységet, mert nem olyan tevékenység, amit el lehet vágni egy ollóval. De én már beleéltem magam, 8 éven keresztül dolgoztam ennek a projektnek az érdekében, és... Beszélünk itt a kolozsvári neológ zsinagógának a felújításáról, igen, a zsidó kulturális központnak a létrehozásáról. És egy kicsit önző módon szerettem volna én még tovább folytatni, és lehetőleg véghez vinni ezt a nagy álmot, ami ezelőtt 8 évvel többek között kialakult. Én nagyon-nagyon kívánom, hogy sikerüljön önnek, köszönöm és szépen. Gratulálok még egyszer. Térjünk át a Purimra, ami miatt itt összegyűltünk. Elhoztak nekünk néhányat azok közül, a szimbólumok közül, amelyek kimondottan ehhez az ünnepkörhöz kapcsolódnak, és akkor én már is ezzel kezdem, amit... Andrea, megkérlek, hogy mesélj róla. Ez az a tekercs, ami tulajdonképpen az Eszter könyvét tartalmazza, és Purimkor felolvassák a zsinagógába. Tehát ez tulajdonképpen az, amit akármelyik Bibliába meg lehet találni, az Eszter könyvének a meséje, és a, mik történtek akkor, és hogy és ezt kötelező mentetem. Módon föl kell olvasni hát minden kötelező Purimkor. Kötelező módon Purimkor. Máskülönben egy olyan része a Bibliának, ahol a mindenható nincs jelen. Tehát egyesek szerint egy apokrif része a Bibliának, és csak az Eszter imájában van jelen a mindenható. Máskülönben nem jelenik meg a neve egyáltalán. Ez az érdekessége, a Megillát Eszter úgy hívják, tehát az Eszter tekercs, Eszter könyvének a tekercse. Igen, vagy Mingilá, olvastam valahol, Megillát, hogy igen, Megillának Megillá. Nevezik. És ez ugye a zsidó hitközség tulajdonában lévő. Igen, egy régi nagyon tekercs. Régi tekercs. Vegyük sorra, honnan kezdjük, balról jobbra. Van néhány zajtkeltő eszköz is. Schwarz urat megkérem, hogy tekerje meg egy kicsit azt a keresztelőt. Most na, mindenki megért, azt hiszem, aki a rosszat. Tehát ez az a kicsi rossznak és az a nagy rossznak szól. Ezt amikor a Megillát olvassák, és elhangzik Hamannak a neve, a gonosz Hamannak a neve, akkor szokták ezt a kerep előtt használni, hogy előzze a rosszat. És bármilyen más zajongás. És ott van egy könyvecske, hát az tulajdonképpen a románul az Eszter könyvének a tartalma, és nincs semmi rajz vagy benne, de megvan két nyelven, tehát héberül és románul és alliterálva, tehát hogy kell a hébert olvasni latin betűkkel. Igen, hát ez gyakorlatilag a hitközség tagjainak egyfajta segítség. Könnyebben, hát héberül nem tudnak, csak azok, akik, és az se az óhéber, csak akik az Izraelbe éltek, vagy héber nyelvet tanultak. De amit nem hoztunk, az a kocka, amivel tulajdonképpen a Purim azt jelenti, hogy kockák, ilyen, kockavetés, mert tulajdonképpen kockavetés után határozták meg, hogy melyik napon lenne a zsidóság kiirtása. Ez a gonosz Hamán. A gonosz Hamán, igen. Ez a perzsa uralkodó. Most a sztori az nagyon szövevényes, érdemes elolvasni, majdnem olyan, mint egy regény. Nagyon érdekes, több szereplő van benne, hát a legfontosabb az Eszter, aki egy nagyon szép, nagyon érzékeny, nagyon vallásos nő, nagyon mindig hallgatott a nagybátyára, vagy a királyra, aki a férje volt, de a végén erőt vesz magán, és oda kerül, hogy megmenti a népét, és majdnem az élete feláldozásával. Tehát ő a fontos szereplő, a nagybátya Mordehály, az Ahasveros király és a gonosz Hámán. Tehát ezt érdemes elolvasni. Mikor nincs Purim, akkor is, mert egy érdekes mese. És hoztunk tésztát. Igen, mindjárt beszélünk a tésztáról is, de én először az itókáról szerettelek volna kérdezni, ugyanis azt hallottam, Schwarz úr, hogy ez egy olyan ünnep, ahol annyit lehet inni, amíg nem lehet tudni, hogy volt ez? Hogy a két szöveg között, hogy áldott legyen Mordehály, és átkozott legyen Hámán, hogy a különbséget ne. Na de miért kell annyit inni? Hát azért kell annyit inni, mert a Szúza városába, ahol tulajdonképpen volt egy nagy harc a perzsák ellen, azért mert a perzsák megkapták azt az üzenetet, hogy le kell ölni a zsidókat, közben Eszter kiharcolta a királynál, hogy ezt az üzenetet el kéne
törölni, de nem volt szabad eltörölni a király üzenetét. És akkor a király azt üzent a zsidóknak, hogy ha harcolni fognak és leölik az ellenséget, akkor megszabadulnak. És harcoltak, leölték az ellenséget, és mikor megszabadultak, egy óriási lakomát rendeztek. És innen jön az a lehetőség, hogy az egyedüli ünnep, ahol annyit kell inni, ameddig nem tud ezt a kettőt szétválasztani. Szétválasztani. És hát akkor térjünk rá egy másik édességre, és ugyanakkor arról is meséljenek egy kicsit, hogy miért szokás ilyenkor ajándékozni ételt, illetve főként édességet ajándékozni. Ez a Purim parancsai közé tartozik, az, hogy jó tétményeket kell tenni, be kell rúgni, és ajándékokat küldeni. Most már lehet akármilyen ajándékot küldeni, de ez már nagyon sok ide az a szokás, hogy tésztát küldenek, édességet küldenek a szomszédoknak, a barátoknak, és a legismertebb édesség ez a tészta, amit kedves nézők, ezt a kollégáinknak hoztunk, hogy kóstolják meg a műsor után. Remek az illata, sajnos ezt nem tudjuk elküldeni másoknak. Nem tudjuk másokkal megosztani. Én ezt vállalom annak a felelősségét, hogy elfogyasztjuk itt a stúdióban. Számoltam, hogy hány tészta van és hány kollega van, de azt hiszem, hogy mindenkinek jut belőle. Ezt úgy hívják, hogy humentásen ídisül, amit úgy fordítanak, hogy Haman táskája, héberül úgy mondják, hogy Haman füle. De az érdekesség az, hogy háromszögű, és hát a filozófusok és a talmudisták azt mondják, hogy minden szöglet egy pátriárkához van kötve. Tehát a három pátriárka, Ábrahám, Izsák és Jákob, és azért háromszögű ez a tészta. Mert háromszögűre húzták. Hát mindennek van magyarázat. Abszolút mindennek van magyarázat. És még valami, amit megint nem hoztunk, nem tudom mennyi időd van még, szólj, ha be kell fejezni, hogy állarcos ünnepélyeket rendeznek. És miért az állarc? Hát azért, mert mondtam az elején, hogy a mindenható nem jelentkezik meg ebbe az Eszter könyvébe, csak áttett értelembe, tehát rejti, el van rejtve a mindenható lénye. És ezért használták nagyon régről az állarcokat, és utána, amikor már oda kerültünk, hogy Európába, körülbelül ebbe az időszakban vannak az állarcos bálok, mikor úgy a keresztény állarcos bálok és farsangok, akkor ez valahogy hasonlít a mi farsangunk is, ami nem kimondottan farsang, és még valamit, hogy innen ered a zsidó színház, mert voltak ezek a purimi játékok, a purim spílek, és innen van. És innen. És akkor a háttérben már is felhangzott egy olyan dal, amit ilyenkor szoktak előadni, és akkor Schwarz úr mondja el nekünk, hogy hova mehetnek az érdeklődők, akik részt szeretnének venni mégiscsak ebben a purimi hangulatban, hiszen ugye megvolt a tegnap estétől kezdődően a vallási ünnep, de lesz egy a nagy közönség számára is szervezett kulturális műsor. Így van, mint az ünnepeink nagy részét nyilvánosan is meg szoktuk ünnepelni Kolozsvár lakosságának, és nem csak, aki Kolozsváron tartózkodik, mindenki szeretettel várunk, tehát a purim ünnepségünk vasárnap lesz délután a Néprajzi Múzeumban, 16:30 fog kezdődni, tehát szeretettel várunk minden érdeklődőt. Reméljük, hogy ilyen humentás is lesz, aki meg szeretné kóstolni, sőt, annyi, hogy mindenki berúgjon, nem lesz, de bor... Bor is lesz egy kicsi, és kedves elnök úr, köszönjük meg a népművészeti igazgatójának, aki hosszú évek óta mindig vendégül át, ez a purim ünnepség az ő nevéhez és az ő múzeumához van kötve. Tudor Szelezsának köszönjük meg. Boldog ünnepeket kívánok köszönjük mindenkinek, szépen. És reméljük, hogy mi is elérünk erre az ünnepségre is.